Akkor nagyon sok szeretettel köszöntök minden kedves vendéget, kedves meghívottakat, kollégáimat és munkatársaimat. Nagyon sok szeretettel köszöntöm Mezőgyógyváros önkormányzatának aljegyzőjét, dr. Farkaséczky Fannit. Köszöntöm irodavezető urat, Nagy Kálmen. Köszöntöm Mesterszállás polgármesterét, Kis Gábor urat, illetve a Mezőtúri Egyházközség idősek otthonának, Mezőtúri Református Egyházközség idősek otthonának igazgatónőjét, Kovács Beáta, Annett Beátát és Nagy Szilvián. És külön nagy szeretettel köszöntöm a projekt résztvevőit, a projektben dolgozókat, konzulenseket és kollégákat. Hát 2 évvel ezelőtt, amikor megnyerte az intézmény ezt a pályázatot, akkor kicsit vidámabban tekintettünk előre, hiszen sok újdonság történt velünk, már előre terveztük, hogy esetlegesen milyen feladataink lesznek, és ez azt gondolom, hogy egy nagy kihívás volt az intézmény életében, illetve a projektben dolgozóknak. Igazán akkor még szakmai előremutató lehetőségeik nem nagyon voltak, de én azt gondolom, hogy olyan erős csapat állt össze, hogy nagyon sikeresen elindítottuk a pályázatot, és ami legfontosabb, hogy a kistérségben nagyon sok helyre el tudtunk jutni, hiszen ezt majd igazolják a projektbeszámolónak a száma is, illetve a ténye is. Akkor azért volt ez kellemesebb, és akkor volt ez, azért volt ez vidámabb, mert azt gondolom, hogy egy 2 éves időszak előtt álltunk. Most viszont sajnos ezt a 2 éves időszakot kell lezárnunk, de talán ami elmondható, és amit örömmel szeretnék közölni mindenkivel, és mindezek mellett szeretném megköszönni egyben a kolléganői munkáját, hogy egy nagyon sikeres projektet zártunk, és a jövő felé pedig nagy kíváncsisággal tekintünk. Remélhetőleg még a későbbiekben is lesz lehetőségünk, akár egy másik pályázat keretein belül valahogyan tovább folytatni ezt a fajta tevékenységet, hiszen nekem, mint orvosként ez a legfontosabb, az egészségmegőrzés, a prevenció és az egészségkeresésnek a létel és a kérdése. Én nem szaporítanám tovább a szót, én felkérem a fiatal képviselőjét, a jegyző, hogy tartson egy kis köszöntőt. Nagy tisztelettel köszöntöm Önöket, Mezőgyógyváros önkormányzat a nevében. Szeretném tolmácsolni Herceg Zsolt polgármester úr üdvözletét, aki sajnos egyéb elfoglaltsága miatt a mai rendezvényennek nem tud részt venni. Egyben megragadom az alkalmat, hogy magam is a polgármester önkormányzat a nevében gratuláljuk a sikeres projekthez. Mezőtúrváros önkormányzata kiemelten kezeli az egészségügyel kapcsolatos feladatokat, ezért úgy gondolom, hogy a magam nevében is és az önkormányzat nevében is megígérhetem azt, hogy a továbbiakban is mindent meg fogok tenni a sikeres együttműködés érdekében. Köszönöm szépen a meghívást és további szép napot kívánok! Köszönjük szépen, én ezt csak megerősíteni tudom, hogy tényleg az önkormányzat segítségére mindig segített nekünk, és bármikor, bármilyen kérésünk volt, mindig pozitívan álltak hozzá, és mindig a megoldást keresték, és én nagyon örülök, hogy a továbbiakban is számíthatunk erre. Mindenképpen azt gondolom, hogy az is fontos, hogy hiába lett az intézmény az állami, a tulajdonosi jogokat az állam gyakorolja, de azért mégiscsak a mezőtúri emberekről szól, a mezőtúri embereknek próbál segíteni, illetve a térség betegeinek próbál segíteni az intézmény, akár a betegellátás, akár ezen az egészségfejlesztési iroda tevékenysége kapcsán. És akkor én most egy nagyon kis rövid beszámolóval készültek a kolléganőim, amit most prezentálnak Önöknek. Szeretettel köszöntöm mindenkit, a mikrofonnak hangosabban beszélek, köszöntöm mindenkit, ahogy már igazgatónő is elmondta 2 évvel ezelőtt, ugye úgy már leindult az egészségre nevelő és szemléletformáló életprogramok a vezetői kistérségben. Az időtartam a 2013. július 1 és 2015. 6. hónapban. A kórházunk A-épületében található a kis irodánk. Mi is az egészségfejlesztés? Ugye az egészségtudatos életmód kialakítása az emberekben, nagyon fontos az oktatás, az előadás és a bemutatók tartása. Ezt mi a 2 év alatt
igen, jó, úgy gondolom, hogy fejlesztettük saját magunkat is ebben a témában. Mi az a prevenció, a megőrzés? Ide tartozik az egészségfejlesztés, az egészségmegőrzés, egészségkárosodás esetén a további kockázatok mielőbbi visszaállítása, illetve a károsodás további súlyosbodásának a kivédését szolgálja. Ide tartozik szorosan az egészségnyeresség, mert hogyha az embereknek ugye az egészségtudatos életmódot kialakítjuk, illetve a rizikófaktorokat észreveszünk, csökkentjük a károsodásokat, akkor az az egészségi állapotban a változás egy jó irányba fog elindulni, az élettartamot meghosszabbítjuk, a életminőséget javítjuk vele, és ezzel az anyagiakat is meg tudjuk fogni, akár egy rövidebb kórházi kezelést is kiváltható. De az EFI-ről mutatunk egy pár képet, a rendelő életre az élet a kialakításra került még a projekt elején. Ugye ezt már mindenki tudja, hogy területi ellátási kötelezettségük a településből áll. Mezőtúl, Túrkeme, Kéttúr, Mesterszállás és Mezővég lakosait képezi, ez körülbelül 30 ezer ember ellátását jelenti. Hogy jutnak el a kliensek az irodánkba? Elsősorban önkéntesen, beutaló nélkül, konzulensek által, szakrendelő küldte hozzánk a betegeket, fekvő betegosztályon is jöttek, illetve szűrői programokról otthonról jöttek hozzá. Miben tudunk segíteni? Nagyon sok egyéni tanácsadást tudtunk adni, testi-lelki harmóniát tudtunk összehangolni. A lelki megbetegedések korai azonosításáról be tudtunk figyelni, káros szenvedélyek elleni küzdelem. Hát különféle leszoktató programok segítségével itt inkább a dohányzással kapcsolatban tudtunk előre haladni. A korai szüléseket ugye tudtunk referálni, illetve az orvosok és konzulensek tanácsadásain tudtak részt venni a betegek. Mi is az EFI célja? Az antimozgás kultúra kimozdítása a holtpontról, a prevenció felismerésének a jelentősége, rendszeresen megjelenő visszatérő kliensek, szaktanácsadás, szülések látogatottságának népszerűsége, népszerűsítése. A lakosság elérésének a módszereit, az EFI tevékenységeket hirdettük tévében, újságban, rádióban, plakátok által, szórólapokat a programokról, szakmai tájékoztatók történtek televízióban, rádióban, illetve van egy saját weboldalunk is, és ami nagyon fontos, hogy az ötterülés rendezvényei rendszeresen részt vettünk. A távol eső településekre szűrőbusszal jutottunk, voltak kihelyezett programjaink, gyógytornák, táplálkozási előadások, testi-lelki harmónia előadásai, egészséges életmódról előadások. Nagyon sok iskolában eljutottunk egészségnapokra, települési rendezvényeken, mint már említettem, szűrést, előadást végeztünk. Az egészségnapi programokba aktívan bekapcsolódtak a települések és illetve a házi orvosok által tudtunk elérni. Külön hangsúlyt vettettünk a járásban működő egészségügyi szakellátásban dolgozó, célzó egészségfejlesztési programokkal. Itt egy pár képpel készültünk, itt főleg lelki egészség, mozgás, illetve étrendi tanácsadás történt, főleg a nővérbőrszéken találkoztunk a kollégákkal, de jártunk ki a szociális otthonokba is, voltunk kint a nappali szociális ellátásnál is, úgyhogy úgy gondolom, hogy minden egészségügyi dolgozót el tudtunk érni. Folyamatosan felkérések érkeztek irodánkból különböző előadásokra, dietetikai bemutatóra, gyógytornára, egészségi állapotot felmérő vizsgálatokra,
vizsgálatokra, az klubokból, civil szervezetekből, munkahelyekről, illetve iskolákból is. Ide is tettünk be egy-két képet. Az egyik képen a szűréssel, mondjuk a másik képen éppen egy mentálhigiéniai előadáson vettek részt a dolgozók. Nagyon sikeres a testmozgás programunk. Itt lehetett választani, volt gyógytorna, fitness jellegű torna, volt csoportonként egy torna, volt lehetőség vizitornára és gyalogtúrára is. Nagyon szeretik a klienseink, mert ezen a képen is látszik, hogy nagyon sok kliens járt tornára. Örültünk neki, mert amikor elindult a program, akkor idebent kezdődtek el a testmozgás programok, de előbb-utóbb egy-két hónapon belül kinőtték a tornatermet, úgyhogy ezért kellett jó nagy termet bérelni a tornára szerencsére. Sokan jöttek, akkor táplálkozási bemutatónk is volt, dietetikai előadást lehetett hallgatni, betegklubokban kiálltunk, iskolában is tartott korábban előadást, illetve egyéni és csoportos előadást is, tanácsadáson is részt vettek a betegek, illetve konyhatechnikai gyakorlatokat is alkalmazott még a kollégák. Itt látszik, hogy ezen a diák egyéni ételmű tanácsadáson milyen eloszlásban kértek segítséget a kliensek a kollégáktól. A következő fel az előadásnak pedig a szüléseinkről szól. Erről a kollégának foglalkozik. Szeretettel köszöntök én is mindenkit. Majd most a következő diákon áttekintjük, hogy milyen orvosi szülésnek történnek a kérdők alatt az irodákban. Bőrgyógyász szakorvos tartok anyajegyszülést, szájüregi daganatszülést végzett fogorvos doktor, személy doktor úr végzett zöldhályos szűrés, kardiológus, illetve belgyógyász szakorvos doktor, illetve doktornő végzett kardiovaszkulális rizikószűrés, volt csontritkulás rizikóteszti töltésünk, ezt reumatológus doktornő végezte, és a nőgyógyászati szűrésünket nőgyógyász szakorvos végezte, mely rendkívül nagy népszerűségnek örvendett. Anyajegy szűrésre heti rendszerességgel került sor, előjegyzést vezettünk, összesen 468 kliens jelentkezett szűrővizsgálatra, ebből 27 főt szűrtünk ki, akiknél pozitív volt a szűrés, és akkor ők tovább lettek küldve egy magasabb szintű ellátási helyre. Szájüregi daganat szűrés, ezt havi rendszerességgel végeztük, szombatonként jött a doktornő, és 196 fő vett részt a szűrésen, összesen 3 főt sikerült kiszűrnünk. Itt megemlíteném, hogy szájüregi daganat szűréssel például más városokban és más településekre is elmentünk, ott is mindettek hirdette, valamint az előzőekben megemlített anyajegy szűrés például munkahelyre is kivittük, és akkor ott is a dolgozókat szűrte a doktornő. Személytesztetés szűrővizsgálat is szintén havi rendszerességgel került megrendezésre. 149 főt néztünk meg, ebből 9 fő volt az, akinek pozitív volt az eredmény. A kardiovaszkulális rizikószűrésünk heti rendszeresség jellemzi, nagyon népszerű, és előjegyzés alapján történik a vizsgálat. Összesen 156 fő volt, akik tovább kellett kardiológiai szakemelésére irányítanunk. A csontritkulás és rizikótesztünket reumatológus doktornő végezte, havi rendszerességgel történtek ezek a vizsgálatok, itt is előjegyzést vezettünk, 83 főt szűrtünk meg összesen, és 16 fő volt, akinél magas csontritkulási kockázat alá esett az eredménye. Az emlő és méhnyakák szűrésünket Ádám István főorvos úr végezte. Legelőször megkérdették a szűrések éjszakája programot 2014. február 13-án, legelőször ehhez a programhoz csatlakoztunk. Rendkívül nagy, minket is meglepett a népszerűséget, többször is túljelentkezés jellemezte, ezért
a szülés követ és a szülések éjszakáját követően is két havi rendszerességgel meg lett tartva ez a szűrővizsgálat. Összesen 240 fő jelentkezett, és ebből 4 fő volt, akit kiszűrtünk. Ami számunkra pozitívunk, hogy a nőgyógyászati szűrővizsgálatot nem azok a hölgyek vették igénybe, akik egyébként is rendszeresen járnak szűrővizsgálatokra, hanem akik már 5-10 vagy akár 10 évnél régebben is voltak vizsgálatokban, és ők kedvet kaptak, lehetőséggel éltek. El kell mondjam, hogy a szűréseink miért gondoljuk, hogy népszerűek. Feltételezzük, hogy a szűrőorvos végezte személyének köszönhető, valamint hogy nem kell sokat várni a szűrések alkalmával, az előjegyzés követően, illetve személyre szabottan fogják tudni a pacienssel a szűréseket végezni. Két alkalommal megrendeztük az egészségnapi rendezvényünket, nagyon sikeresnek mondható, itt elsősorban mozgás, mentálpénés foglalkozások voltak. A második alkalommal pedig egy rekord kísérletet is sikerült elvégezni, a fölesukása Mászkorbódra megdöntött, és 2015 adagot sikerült megfőznünk. Láthatóak a mutatóak, hogy melyek azok, amiket vállaltunk. A indikátorokat sikerült mindent teljesíteni. Jelenleg is feldolgozások vannak egyébként az adatokban, de már így is megdöntöttük mindent, amit vállaltunk. Ugyanúgy a mozgásban, az étke, a dietetikában, illetve a mentálhigiénés vállalásokban. A dohányzás, illetve az alkohol területén kicsit nehezebben tudtuk megmozdítani a klienseket, de azért csak sikerült őket bevonni, és sikeres pályázatot mutatunk magunk mögött. Tehát a lelki egészség, többször voltunk itt előadásokat tartani, illetve az étrendi tanácsadások, vállaltuk azt, hogy iskolai családi napokon is részt veszünk, ezeket is sikeresnek mondhatjuk, több alkalommal, több helyen, több településen is visszajárulnak. A sikerült titkait már nevezette egészen pontosan, hogy szűrési tervet készítünk, belőtautaló nélkül térítésmentesen vehetik igénybe az összes szűrővizsgálatunkat, illetve tanácsadásunkat a kliensek, az orvos személy, illetve a klienseknek a konzulensekhez való személye is ragaszkodtak. Nagyon rövid volt a várakozási idő, nem kellett órákat adon ülni. Hogyha azt mondtuk, hogy 4 óra, akkor az 4 óra volt, 5 perc eltérés lehetett, de nem volt azért az sem jellemző. Elég hosszan tudtak a konzultációs időben beszélgetni a saját problémájukról, megérthették, hogy mi is az ő problémájuk, el lehetett nekik magyarázni, mert fájdalmatlanak voltak a vizsgálatok. Ugye elszakadt környezetben voltak a rendelőkben, négy szem közt az orvossal, személyre szabott volt a kommunikáció, és eltérés esetén tovább tudtuk őket irányítani más ellátó területtel. Valami nagyon fontos volt, hogy korán felismerésre kerültek a problémáik, és megelőzésükben tudtunk segíteni. Elvégeztettük a kliens elégedettségi tesztet, és 100%-osan elégedettek voltak. Vissza a tesztből klienseink. És akkor egy pár szösszenet a mindennapokból, hogy eljárnak a klubokba, falu napokra, rendezvényekre, és mindenhol szeretettel fogadtak minket, és nagyon sokan jöttek és látogatták a rendezvényeket. Köszönöm szépen! Én még egyszer szeretném megköszönni két kollégámnak, Bozin és Ági Noéminak, és Sorkészé Krisztály Erikának az egész 2 éves munkájukat, és a továbbiakban is a személyükre még nagy feladat hárul, hiszen valamilyen szinten a projektet továbbra is fenn kell, hogy tartsuk, nyilván más körülmények között, de én azt gondolom, hogy a beszámolóból kiderült, hogy talán sikerült azt elérni, hogy
sikerült felébreszteni az emberekben a saját maguk iránti, saját egészségük iránti felelősségvállalást, hiszen ez látszik akkor is, hogy nagyon sokan fordultak az irodához, és tényleg, ha megnézik, hogy a vállalásaink szinte minden vonalon, minden tekintetben túl teljesítettük a 100%-ot, és ami nagyon, aminek föl kell hívni a figyelmet, ami véleményem szerint nagyon fontos, hogy mi is volt a célja, az egészségfejlesztés és az egészség megelőzés, és tulajdonképpen, amit láttuk, hogy a szűréseken rengetegen megjelentek. Ez megdöbbentő volt, és talán ami a legfontosabb, hogy a dietetikai tanácsadásnál a megjelenteknek a közel 43%-a, aki egészséges, nem betegként jelent meg, amit el akartunk élni, hogy az egészségesek is próbálják a saját maguk egészségét a későbbiekben úgy irányítani, hogy ami káros szenvedi, azt próbálják kikerülni. Tehát én azt gondolom, hogy a sikerek tényleg sikerrel zárult a projekt. Nagyon sokan, sok embert sikerült megmozgatni. Tényleg a programjaink kellemesek voltak, jól látogatottak, és azért nagyon sokan részt vettek a szűréseken is, ami tényleg nagyon fontos, és láthattuk, hogy jó néhány esetben még korai diagnózis, még mielőtt a diagnózis felállították volna, korán az ellátórendszerbe tudtak kerülni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy mindenképpen sikeres két évet zártunk, és továbbra is azon leszünk, hogy ezt a fajta tevékenységet valahogyan mindenképpen próbáljuk fenntartani, és még szélesebb körbe eljutni a lakosokhoz. Hát nyilván itt rengeteg úttörő munkára lesz még szükség, és nagyon sok támogatásra, mert leginkább ez marad az elkövetkezendőben. Úgyhogy én köszönöm szépen mindenkinek a figyelmét, a sajtóé a következő néhány perc sajtótájékoztatót tartunk, és a vendégeket pedig szeretnénk megvendégelni, úgyhogy mindenkit várunk egy kis állófogadásra. Úgyhogy köszönöm az önök segítségét is, és a részletet is. Az egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok a Mezőtúri Kistérségben elnevezésű projekt záró rendezvényét tartották meg a mai napon a Mezőtúri Kórház és Rendelőintézetben. Mi tulajdonképpen ennek a projektnek a célja? A projekt célja, hogy egy olyan egészségre nevelő tevékenységet folytassunk, vagy folytattunk, és a későbbiekben is folytatni fogunk, amely ráébreszti az embereket a saját egészségük iránti felelősségvállalásra, tehát egy olyan egészségtudatos magatartás létrehozására, vagy kialakítására, amelyben elsődleges szerepet kap az egészség megőrzése. Tehát itt a mozgásoknak a preferálása, a helyes táplálkozásnak, a testi-lelki harmónia megteremtésén van a hangsúly. Hogyan lehetne értékelni az elmúlt két esztendőt? Hát nagyon-nagyon pozitívan. Én nem is gondoltam volna, hogy ennyire sikeresen tudjuk teljesíteni a vállalásainkat, hiszen ahogyan a beszámolóból is kiderült, minden tekintetben, minden vonalon, minden részterületen túl teljesítettük az általunk vállalt mutatókat és számokat. Úgyhogy én azt gondolom, ebben visszaköszön a munkatársaimnak az áldozatos munkája és a nagyon kemény munkája. Több programon is megjelent az egészségfejlesztési iroda, valamint két nagy rendezvényt is tartottak, két alkalommal rendeztek egészségnapot. Hogyan sikerültek ezek a napok? Egyik jobb volt, mint a másik, azt gondolom. A tavaly évünk is nagyon sikeres volt, és ez a második, ez úgy szintén. Ez talán annyival színesebb volt, mint az előző, hogy itt egy nagyot gondoltunk, és sikerült egy rekordot is beállítanunk, ugyanis sikerült megfőznünk a 2015 adag túri köleskása pásztor módra. Ez egy új gasztronómiai rekord lett. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ezen felbuzdulva, még ha nem is lesz rá lehetőségünk, de mindenképpen valami jövőre is nézve valamit mindenképpen szervezni kellene, és fogunk is mindenképp. Milyen szűréseket lehetne kiemelni a projekt keretében? Minden szűrésünket nagyon nagy népszerűség vett körül, de igazából azt gondolom, hogy a nőgyógyászati emlő, illetve méhnyaklág szűrés, a szájüregi daganat szűrés, a bőrgyógyászati anyajed szűrésünk, illetve a kardiológiai szűrésünk az, amit nagyon-nagyon-nagyon szerettek a kliensek, illetve várakozási idő volt. Már úgy értem a várakozási időt, hogy hetekkel, hónapokkal előre be kellett jelentkezni. A testmozgás az milyen formában kapott szerepet a pályázat során?
próbáltunk minden korosztályt megmozgatni, két gyógytornász kolléganő különböző időpontokban, illetve különböző erősségű tornákat, volt fitness jellegű torna, volt csoportos gyógytorna, illetve egyéni gyógytornákat is végeztettek a kliensekkel, ezen kívül pedig, hogyha felkéréseket kaptunk iskolákban, illetve munkahelyeken, klubokban, akkor oda is szívesen kiálltunk és megmozgattuk a mozogni vágyók. Milyen módszerekkel érték el a lakosokat a pályázat keretében? Elsősorban plakátok, szórólapok, a helyi médiákban megtalálhattak bennünket, hirdetések útján, illetve van egy weboldalunk is. Több kihelyezett programot is tartottak a projekt keretében, melyek voltak ezek? Kimentünk falunapokra, városnapokra, meghívásokat kaptunk munkahelyekre, iskolákba, óvodákba, családi sportnapokra, illetve betegkluboknál, civil szervezeteknél voltunk itt előadást tartani. Volt két nagy rendezvényünk, az egészségnap, oda pedig az öt területnek a lakosságait váltok.